Ismét nyilvánosak a Szent Misék a karcagi római katolikus templomban. A részletekről Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsost kérdeztük. Már országosan május 4-én már nyitva voltak a templomok, de dr. Ternyák Csaba, az egri egyházmegye érseke mindenkit türelemmel arra kért, hogy várjanak még ezzel a papok. Így az egri egyházmegyében csak május 18-ától nyilvánosak a Szent Misék a járványügyi szabályok betartásával. Ez azt jelenti, hogy vasárnap már lehet misére menni, de a templomban szájmaszkot kell viselni, lehet kesztyűt is húzni, de egymástól másfél-két méteres távolságot be kell tartani. Május 18-ától az egri egyházmegye egész területén nyilvánosak lettek a Szent Misék, azzal együtt, hogy a járványügyi szabályokat természetesen be kell tartanunk. Ez azt jelenti, hogy a templomban legalábbis az előírások szerint szájmaszkot fontos viselni, lehet kesztyűt is húzni, de mi is, illetve az érsek úr kéri, hogy minden templomban legyenek kézfertőtlenítők, és hogy a szertartás előtt és a szertartás végén a papok, illetve a segítkezők fertőtlenítsék a kezüket. Nyilván ezt a sekrestyében megtesszük, és a mi templomunkban is a Szentrita szobornál van elhelyezve a szentelt víztartó mellett egy kis fertőtlenítő. És ugyanígy a másik fontos dolog, ami talán új, hogy a persei adományokat is nem a Szent Mise keretében a felajánlásnál gyűjtjük, hanem a Szent Mise végén kitett kosárba helyezzük majd el. Hát nyilván most a következő vasárnap lesz, amikor így nyilvános lesz a Szent Mise. Arra fogok kérni mindenkit a Szent Mise elején, hogy a lehető legtávolabb üljünk egymástól. Bízunk benne, hogy ez nem jelent gondot. Vannak ezek a kisebb padok, amelyeket szintén egy kicsit előrébb is a szentélybe is, illetve az oldalsó részen is elhelyezünk. Tehát bízom benne, hogy nem lesz gond is. Aki teheti és aki el tud jönni, azt nyilván szeretettel várjuk. Nyilván ezeket a szabályokat, amiket előírta az érsek úr, illetve a Magyar Katolikus Egyház, de azt is gondolom, hogy világszerte, azt mi is követjük, tehát a szent áldozás az továbbra is ebben az időszakban csak kézben történik. És a másik fontos dolog a kézfogás, ugye a Szent Misében a béke jele helyett. A régi felszólításhoz mentünk vissza, engesztelődjetek ki szívből egymással, és egymás felé fordulunk és fejet hajtunk. Tehát, hogy igyekszünk kerülni minden testi kontaktust, illetve hát fontos, hogy mi templomunkban is vigyázzunk arra, hogy a járványügyi szabályokat betartsuk. És hát bízunk benne, hogy majd csak túl leszünk már ezen az időszakon, és akkor majd egy kicsit könnyebb lesz. Pünkösdre készülnek-e külön, vagy az is ugyanúgy a szokásos rend szerint megy? A szokásos rend szerint, de főként itt az ünnepi szentmisére hagyatkozunk. Itt szeretnék köszönetet mondani a Karcag Televíziónak, aki eddig is rendelkezésünkre állt, és még a vasárnap estére elkészültek a linkek, amin keresztül a vasárnapi szentmiséket meg lehetett tekinteni. Ez nagy segítség volt, és természetesen akik a Facebook oldalon rajta vannak, és tudnak követni, azt is lehet. Hiszen fontos megemlíteni az érsek úrnak azt a rendelkezését is, amit így legutóbb mondott, hogy továbbra is a felmentés él. Tehát az, aki fél, idősebbek nem mernek eljönni, ez teljesen rendjén van, és igyekszünk biztosítani továbbra is az online felületen, hogy a Szent Misébe be tudjanak kapcsolódni. Azt gondolom, hogy sokan várták már, biztos ön is sok visszajelzést kapott és kérdezett telefonokat, hogy mikor lehet már jönni. Most egy picit akkor lélekben is máshogy készülnek az emberek erre az első nyilvános templomos misére. Igen, hát azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, hogy ez a Szent Mise böjt, ez egyfajta nehézséget jelentett, és talán annál nagyobb öröm lesz, hogy most újra együtt lehetünk. Nyilván ez még mindig nem a megszokott forma, és kicsit furcsa lesz itt, hogy majd itt maszkokba ülünk, megnézzük egymást, de bízunk benne, hogy azért, hogy mégis itt vagyunk a templomban, ha egy kicsit távolabb is vagyunk egymásról, de ugye a lelki közösséget azt eddig is tapasztalhattuk, mert azért a Facebookon, amikor követtek egy-egy like, egy-egy kedves köszönő mondat, az sokat jelentett nekünk is, számunkra is bátorítás volt, illetve az, hogy mégis azért lélekben együtt voltunk.
Hát nyilván az, hogy jöhetünk a Szent Misére és itt vagyunk a templomban, azért ez fizikálisan is más jelent is, más érzést ad, tehát természetesen örülünk annak, hogy újra nyilvánosak a szentmiséink. A vasárnapi szentmise továbbra is látható lesz a Karcag televízióban és az online felületeinken. Ha kicsit távolabb is lesznek most a templomban egymástól az emberek, de a lelki közösség sokat jelent nekik és a plébánosnak is.